Gondolom sokatoknak ismerős lehet a Gameloft, egy hatalmas nagy francia cég, ami nevéhez rengeteg mobilos játék fűződik, köztük a Dragon Mania Legends is. És aki ismer, tudja, hogy milyen nagy sárkánymániás vagyok, szóval nyilván játszok vele. A játék hivatalos Discord szerverén ismertem meg az egyik barátomat is, aki később fontos lesz a sztori szempontjából. Szóval én is Szénu sokszor szoktunk rage-elni a DM-en, mivel néha nagyon egy pay-to-win játék tud lenni, és tele van rosszul működő mechanizmusokkal. De ugye Discordon panaszkodhatsz a social media menedzserjeiknek, amennyit csak akarsz, úgysem fognak rád figyelni. És nem mint holda tudnám menni személyesen reklamálni nekik. Legalábbis ezt hittem. A Gameloftnak ugyan Párizsban van a központja, viszont a játékaiknak is vannak külön-külön irodáik más városokban. Na és szerintetek hol van a DML főhadiszállásuk? Hát Budapesten. És amikor ezt Szénóval megtudtuk, eldöntöttük, hogy teszünk oda egy kis látogatást. És úgy berédeljük majd az irodájukat, mint az 51-es körzetet. De nem, amúgy nem így történt. Éppen egy nagyvonalú baráti találkozót tartottunk Pesten, ahol én és Szénó is ott voltunk, és délután átonoldunk a Board Game Caféba. Meg volt nyitva valamiért a Google Maps a telefonomon, és így látom, hogy a DML irodája ott van tőlünk konkrétan 5 perc sétára. Hallod, bro, menjünk már oda? Oké. Megbeszéltük a többiekkel, hogy teszünk egy kis kitérőt, és majd később csatlakozunk hozzájuk. Aztán oda batyogtunk az épület elé, ahol az iroda volt. De amint odaértünk a bejárat, az már is nem volt akkora a pofánk. Azt hittem, hogy amit belépünk, ránk fogja vetni magát 2 biztonsági őr, és lecsuknak minket birtokháborítás miatt. És ráadásul sötétített üveg volt, szóval még azt sem láttuk, mi folyik benn. 10 percen át úgy ácsorogtunk ott ki, mint 2 szobor, mert egyikünk sem mert bemenni. De olyan nagy vereség lett volna visszafordulni. Mondtam Szénónak, hogy egy életem, egy halálom, 3-ra bemegyünk. Túl egy előtér fogadott minket. Velünk szemben volt egy recepciós asztal, ahol egy nő ült. Mivel nem láttam sehol sem őröket, hirtelen felbátorodtam, és odaléptem a pulthoz, hogy jó napot, a Gameloft-hoz jöttünk. Erre a nő semmi kérdés, vagy bármi nélkül hátra vezetett minket a lifthez, bedugta a kártyáját, beütött valami számot, és elindult velünk felfele. Mi meg ott néztünk, hogy mi a fa. Ott lettünk hagyva a 3. emeleti folyosón, a hatalmas Gameloft logó előtt. Köbölt perc múlva kijött a WC-ből egy pasi, és elkezdett bámulni ránk, hogy mi mégis kik vagyunk, és hogy a jó büdös életbe kerülünk ide. Én meg így mondtam neki, hogy hát játszunk a játékkal, és csak egy körbevezetést akarunk, és erre tényleg körbevezetett minket. És olyan egy sárkánybirodalmuk volt ott benn, hogy hirtelen oda akartam költözni. Az egész hely majdnem teljesen kihalt volt, mert valami ünnep miatt csak 3-an dolgoztak a 100-valahány emberből. De az a 3 nagyon kedves volt, bár eléggé meglepődtek, mert hát nem szoktak random emberek csak úgy bemenni hozzájuk az utcán. Közben a Discordos community manager asztalát is megtaláltuk, és csináltunk egy fotót a bögréjével. Ajándékba adtam nekik egy rajzot az egyik sárkányukról, amit aznap délután rajzolt egy barátom. Aztán rájöttünk, hogy vissza kéne menni a többiekhez a Board Game Caféba, és elbúcsúztunk tőlük. Tanulság, ha eléggé magabiztos vagy, akkor bárhova be tudsz jutni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis animált történetet. Ez egy ilyen speciális epizód volt. Tepsz rajz stílusába próbáltam megcsinálni, mert ki akartam próbálni valami újat. Én Blue voltam, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!